Gyakorlatilag az M85-ös autó folytatásaként egy 6,4 km-es szakasz valósult meg teljes egészében. Ennek ugye az első részét Sopron kelet csomóponttól a Balfi csomóponttól ugye már nyáron forgalomba helyeztük, és ezzel a jelenlegi átadással válik teljesen a 6,4 km-es autóknak a használata, ami gyakorlatilag a mögöttünk lévő Fertő-Rákosi csomópontig tart. Ez mind a két csomópont a klasszikus értelemben vett négyágú csomópont, tehát minden irányból fel lehet hajtani az autóútra, és le lehet hajtani az autóútról. Ezen a szakaszon is ugye minél több növénytelepítési munkát elvégezni, itt ugye két szárnyat tudnék megosztani, ugye a cságrendnek 3000 fa ültetése történt meg a szakaszon, és 110 000 cserjét is telepítettünk, de jellemzően ugye a Fertő-Rákosi csomóponttól délre, ugye ott önkormányzat ültak, szakaszának a korszerűsítése is megvalósult, közvilágítási elemek is fejlesztésre kerültek, és pont ezen a szakaszon ugye még két lámpás, jelzőlámpás csomópont is kialakításra került.